napot kívánok, ez a világhíradó csütörtök délben. Aggasztónak találja a líbiai állapotokat az ENSZ. A világszervezet úgy értesült, hogy a különböző milíciák szabadon garázdálkodnak és ezreket tartanak fogva, miközben a gyenge átmeneti kormány hatalmának megtartásáért küzd. ENSZ tisztviselők szerint a bukott diktátor Muammar Gaddafi mintegy 8500 támogatóját tartják fogva titkos táborokban, akiket kínzásnak is alávetnek. Az elmúlt napokban összecsapásokról is érkeztek hírek Tripoliból, Bani Walidból és Bengáziból. A Gaddafi egykori fellegvárának számító Bani Walidban hétfőn 4-en haltak meg. Két irodaház is összedőlt Rio de Janeiro belvárosában, tegnap egy bizonytalan eredetű robbanás következtében. A történtek miatt legalább 11 ember megsérült, de a hatóságok szerint halálos áldozatok is lehetnek. Azt egyelőre nem tudni, hányan rekedtek a romok alatt. A kiérkező mentők 4 embert szabadítottak ki eddig. Helyi sajtóértesülések szerint a tragédiát gázszivárgás okozhatta. A 10 és 20 emeletes épületek leomlása miatt egy szomszédos épület is veszélyessé vált, és több környéken parkoló autó megrongálódott. A helyi energiaszolgáltató átmenetileg felfüggesztette az elektromos áramszolgáltatást, miután a környéken erős gázszag terjeng. Rióban pár hónapja volt egy hasonló eset, amelyet gázszivárgás okozott. Ez 3 ember életét követelte, de a robbanások történtek a város szennyvíz csatornáiban is. Az argentin államfő elítélte a brit miniszterelnök múlt heti kijelentését, amelyben gyarmatosítással vádolta az argentin kormányt a Falkland-szigetek kérdése kapcsán. Cristina Fernández de Kirchnernek ez volt az első közszereplése azóta, hogy a hónap elején rákbetegség miatt műtétet hajtottak végre rajta. Cristina Fernández szerint a szigetek körüli vitát az ENSZ keretein belül kellene megtárgyalni. Áprilisban lesz 30 éve, hogy kitört a falklandi háború. Az argentin hadsereg lerohanta a szigeteket, de alul maradt a brit haderővel szemben. Több milliárdos kár érte az egyiptomi turizmust az elmúlt egy évben, miután tavaly februárban Hosni Mubarak elnököt megbuktatták, az országban pedig véres összecsapások kezdődtek. A turisztikai minisztérium most az ágazat fellendítésén dolgozik. Sok külföldit azonban távol tarthat, hogy a hatalomra kerülő iszlamista párt a turistákhoz is szigorúbban viszonyul. Külföldi turisták egy csoportja a piramisok lábainál. A közelmúltban viszont jelentősen csökkent az ide látogatók száma. Míg 2010-ben a turizmusból 12,5 milliárd dollár bevétele volt az országnak, addig 2011-ben 9 milliárd dollárra csökkent ez a szám. A turisták csak most bátorkodnak visszatérni. Néztem a média beszámolókat, és már elég jók voltak a visszajelzések. Megvártuk a megfelelő időt, és végül úgy döntöttünk, hogy eljövünk. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, mondja ez a turista. A liberális egyiptomiak viszont amiatt aggódnak, hogy az iszlamista pártok hatalomra kerülésével olyan új előírásokat vezetnének be, amelyek betiltanák például az alkohol eladást, a bikini viselését, vagy hogy üdülő helyeken a különböző neműek közösen strandoljanak. Ez pedig nagy csapást jelentene a turisztikai ágazatra. Tisztelem azoknak az országoknak a szokásait és tradícióit, ahova ellátogatok. Kialakítunk külön strandot nők számára is. Úgyhogy arra ne kérjenek, hogy a közös strandokon engedélyezzük a bikinit. De nem értem, miért kap ekkora hangsúlyt ez a téma, mondja az ultrakonzervatív szalafista Al-Nur pártszóvívője. Az arab világ legnépesebb államában a jelenlegi kormány a biztonság és a komoly bevételi forrást jelentő turisztikai iparák helyreállítását tűzte ki céljául. Megnövelték például a rendőri jelenlétet Kairó utcáin. A turisztikai minisztérium pedig széleskörű médiakampányba kezdett, hogy Egyiptomot biztonságos célállomásként mutassák be. Biztonságos, nyugodtan látogathatjuk a múzeumot, szerintem minden nyitva és örömmel várnak minket, mondja ez a kairói egyiptomi múzeumba látogató külföldi. Az egyiptomi kormány 3,5%-os lassú gazdasági növekedést tervez, amely 1,5%-kal alacsonyabb az elmúlt 2 évhez képest. A közel-keleti ország többek között IMF segélyből és egyéb külföldi adományokból próbálja talpra állítani a gazdaságát. A kormány emellett a magánvállalkozások, valamint a pénzügyi piacok védelmére törekszik, és a munkahelyteremtéshez szükséges hitelekkel támogatja a kis- és középvállalkozásokat. A pénzügyi stabilitásra vezető úton azonban elkerülhetetlen, hogy a turizmus is fellendüljön. Az észak-afrikai ország ugyanis az idegen forgalomból szerzi a legtöbb külföldi valutát, és a GDP több mint 10%-át is ez adja.
pofonokkal fejezik ki ellenérzéseiket Törökországban Nicolas Sarkozy ellen. A francia elnök persze csak virtuálisan, egy számítógépes játékban kapja az ütéseket. Két napon belül már 160 ezeren próbálták ki a játékot. Törökországban az korbácsolta fel az indulatokat a francia államfő ellen, hogy a szenátus pár napja elfogadott egy törvényt, amely bünteti a népirtások tagadását. Az ottomán birodalomban 1915-ben egyes becslések szerint közel 1,5 millió örményt öltek meg. A világháborút követő török kormányok azonban a mai napig tabuként kezelik a tömeggyilkosság ügyét. Recep Tayyip Erdoğan, török kormányfő, rasszistának nevezte a francia törvényt, és a két ország diplomáciai kapcsolatainak teljes beszüntetését helyezte kilátásba. Híradóval legközelebb 17:55-kor jelentkezünk, Ács Mónika várja majd Önöket. Köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!